fűszerpaprikát, mézet és mézből készült termékeket, bort, pálinkát és kézműves ajándékokat is vásárolhattak az érdeklődők hajdújáráson, a helyi termékek kiállításán. A rendezvényt idén is a Ludas Puszta Térségi Társulás szervezte meg. Ez nagyon jó dolog, egyébként másodszor vagyok itten, tavaly is itt voltam már, az idén is szóltak, jöttem, úgyhogy le a kalappól, hogy összefogja a termelőket, vagy egy ilyen szép, akár méz, törött paprikák, háztáji dolgoknak az eladása, vagy a kiállítása van, szóval le a kalappal, gyönyörű. A kiállítás célja a helyi egészséges termékek bemutatása és népszerűsítése volt. Azt tapasztaltuk a helyi gazdaságoknál, hogy szinte mindenki foglalkozik még valamivel, ami azt jelenti, hogy a megtermelt árunak, primáris mezőgazdasági árunak egy részét földolgozzák, nyilván azért, hogy eltárolható legyen és később értékesíthető legyen. A háztáji termékeknek piacot kell találni, ehhez viszont elengedhetetlen a termelők nagyobb fokú összefogása, emelte ki a rendezvényen Varnyú Ernő, tartományi gazdasági segédtitkár. Ez volna a legfontosabb, hogy emberek, üljetek le most a téli időszakban, azt nézzük meg, rakjuk a kártyákat az asztalra, hogy kellene szervezkednünk, hogy ezt eladni, kilépni a piacra, a piacon bemutatkozni, tartani és kitartani. A rendezvényt a Betlen Gábor Alap, a Tartományi Gazdasági Titkárság, a Hajdújárási Helyi Közösség és Szabadkaváros Önkormányzata támogatta.